Budapesten dolgozom már 7 éve. Nem semmi. És szociális munkások. Szociális munkások vagyunk mind a ketten. Ja, most már így emlékszem, hogy szociális. Igen. Utcanő. Én meg drogos vagyok. Aki megtaláltuk egymást. És most itt mi a feladatotok a táborban? Minden. Tehát csoportvezetés, én táncokat tartom, eljúzs. Egészségügyi szolgálatot, vagy felügyelőt, vagy mit tudom én, hogy mondják. Tehát a sérüléseket kötözi, csipéseket. De ilyen, tisztelni. Tudjuk, nem sok van. Igen, a kicsiknél anya kell lenni, meg. Aha. Abba voltam. Én hordót töltök, WC-t takarítok. De várjál, vízes hordót tegyük hozzá. Vízes hordót, igen. Fontos momentum, igen. Akkor, hogyha konyhásnénknekkel segítünk, ha valami van, ilyen szervező munka abban is, tehát mikor mi? És mi a tapasztalat, hogy a gyerekeket mennyire ragadja meg a tábor szellemisége? Hát aki ide jár, meg aki visszatérő, az mindenképpen tudja, hogy miért jön vissza. Persze azért egy része haverok, meg buli, meg, de az alapja azért az. Azt tudja, hogy mire számítod. Meg hát a szülő azért jó helyre küldik. És minden évben jönnek újak, tehát hogy nem sokan, de azért jönnek. Tehát gondolom, hogy terjesztik, hogy ez egy jó tábor. Tehát hozd magadra még egy ember. Igen, de jó. Vagy most is hozhattak volna még egy ember. Múlt vasárnap a Viszár Károly főesperes útfében, azt mondta ugye a esti szentmisét, és jöttek olyanok erre a szentmisére, akik már családosak, tehát ide jártak táborba, és hát nyilván most ugye a család egyértelműen fontosabb, és hihetetlen találkozó volt itt, akkora rötyögéssel, jókedvel, sztorizásokkal, tehát mindenki a maga kis történetét hozta, és mesélték itt havotázva egymásnak, tehát annak a vasárnapnak alig akart vége lenni ennek az estének, mert olyan jó. A gyerekek tényleg a 13 hónapostól egészen a pont 4 éves volt. És hozták a gyerekeiket igen, is. Igen, pont születésnapot ünnepelt. Igen. Körben el egy kis